Igyekeztünk minden autóbusz vonalunkkal érinteni a városközpont megszokott buszmegállóit. A Kisalföld Volán helyi személyszállítási üzletágának forgalomvezetője magyarázza a legfontosabb szempontokat, amelyek alapján megtervezték a hídfelújítás miatt szükséges új menetrendet. A szakember szerint a munkálatok miatt elterelt autóbuszok a lehető legrövidebb módon vissza tudnak térni eredeti útvonalukra. A Baros-hídon áthaladó autóbuszok jelentős többsége a Nádor aluljáron keresztül fog közlekedni, de a korábbi Révai utca autóbusz végállomásra be tudnak térni, illetve az Aradi Vértanúkútja megyeháza Szökőkút irányába közlekedő autóbuszárat pedig tudják érinteni az Aradi Vértanúkútja megyeházát. Adiváros, Nádorváros, Marcalváros irányába pedig az autóbuszok az aluljáróból közvetlenül a Csaba utca felé hajtanak ki, majd az 1-es és a 2-es járatok kivételével a Csaba utca, Korvin utca, Bartók Béla út munkaügyi központ terelő útvonalon térnek vissza eredeti járati útvonalukra. A szakemberek arra törekedtek, hogy az indulási érkezési időpontok csak minimális mértékben változzanak. Iskolás munkanapon 5 esettől eltekintve valamennyi autóbusz járat tud indulni a megszokott Révai utca autóbuszállomásról, a megszokottnál 2-3 perccel esetleg korábbi időpontban. Ezek természetesen azokról az autóbuszjáratokról beszélünk, amik a Baros-híd lezárásában érintettek, amelyek nem azoknak az indulási időpontjai, meg az érkezési időpontjai egyáltalán nem változtak. Az új menetrendben nem állnak meg az autóbuszok a Nádor aluljáró és a Buda utca megállókban, ugyanakkor központi szerepet kap a Bartók Béla út munkaügyi központ és a Bartók Béla út Kristály elnevezésű megálló. Központi átszálló szerepet kap a Baross Gábor híd elnevezésű megálló. A változások az 1-es és a 42-es jelzésű járatokat érintik a leginkább. Mint ismert, a Baross híd régóta várt 1,4 milliárd forintból megvalósuló felújítása várhatóan november közepére fejeződik be. Arra szeretnék kérni mindenkit, hogy még van idő tájékozódni, van még több napunk május 5-ig. Mindenki keresse az alternatív elkerülő útvonalakat. Az egyik egyébként a Nádor aluljáró lesz, a másik pedig a 821-es számú főút, de természetesen van egy Újlak utcai szintbeni vasúti átjáróra is lehetőség, és természetesen a Fehérvári úti hídra is. Az új buszmenetrend letölthető a kisalföldvolán.hu oldalról, és megvásárolható a Hunyadi utcai autóbuszállomás elővételi pénztárában, valamint az Árpád úti Volán turiszt irodában is.